Az igazság az, hogy én polgármester a gyomrozom hónapok óta, hogy hadd jöjjünk már Sonkádra, hadd jöjjünk már, és azt mondta nekem mindig, hogy Karcsivácsot, várjatok már addig, ameddig elkészül a mi nagy létesítményünk. Mi ez a nagy létesítmény, polgármester úr? Hát a létesítmény az majd a mögöttünk látható polgármester, leendő polgármesteri hivatal, amit várhatóan május végén, június elején szeretnénk átadni. Mi volt ezen a helyen korábban? Ezen a helyen egy 1000 éves szolgáltatóház, illetve azt megelőzően községházként funkcionált. Előjáróink itt dolgoztak abban az épületben, illetve a 60-as években épült rá egy tűzoltószertár. Most ami itt látszik már, ez gyakorlatilag a fedél nélkül minden kész, mekkora alapterület? Ez 300 négyzetméter körül alapterületű épületről van szó. Hát ebbe természetesen a hivatali munkán túlmenően egyéb létesítmények is tudnak majd benne. Melyek? Hát például nem volt házasságkötő termünk. Itt már lesz önálló házasságkötő termünk, tanácskozó terem lesz benne. Megfelelő körülmények között tudja a ügyfelét fogadni a műszaki előadónk, a község padogazdásza például. Hányan laknak Sonkádon? 740 fő átlagban. De most gyakorlatilag az építés ügyek kivételével minden hatósági munkát helyben végez az ember? Igen, a 90 óta önállósodtunk, és hát most már 12 éve önállóan látunk el minden helyi hatósági munkát. Most az összbekerülési költsége ennek az épületnek mennyi? Hát ennek közel 40 millió forint az összbekerülési költsége. Most ez hogy oszlik meg? Mennyi kell az önkormányzatnak mellé tenni? Mi az, amit kap céltámogatásként? Indulásként kaptunk a helyreállítási bizottságtól 17 millió forintot, megpályáztuk a megyefejlesztési tanácsra 15-16 millió forint összegbe, azt meg is kaptuk teljes egészében, és olyan 5-5,5 millió forint és saját erőt kell ezt még mellé tenni. Most itt az alapot én nagyon-nagyon fent látom magasan, ez azt jelenti, hogy itt hozzá feltöltjük majd a földterületet? Hát körülbelül egy fél méterre meg kell szemelnünk az itteni területet, mert az eleje viszont a útnak a szintjéhez indult el, és ennyi különbség van itt egy 50 méteren belül. Na most, ha majd jövünk májusba, akkor ez a kinti árnyék gödrös WC is eltűnik, meg természetesen minden innen a területről, hát és virágos kert lesz? Hát igen, ahol most állunk, például ide van tervezve a gépkocsiknak a parkírozó kialakítása, illetve külön meg lesz terveztetve az udvar résznek a kialakítása. Beleírva a parkosítást is. Most, ami a megoldást illeti, ezeket a tornácos oszlopos megoldásokat, ez valami egyedi terv alapján kértek építész véleményt, vagy hogy született ez a forma? Hát kértünk ismerős műszaki előadóktól, tervezőktől ötletet, illetve a saját elképzelésünk is benne van ebbe a tervbe. Nos, ha elszabad árulni, én ma polgármester úrat kerestem már reggel, mert úgy beszéltük meg, és azért mi úgy ismertük meg egymást évtizedekkel ezelőtt, hogyha mi azt mondtuk egymásnak, hogy Zsiga 9 óra 15, az 9:15, és most is jöttünk, és polgármester úr ugye oda volt Nyíregyházán, elszabad árulni, mivel kapcsolatban? Hát igen, nem titok, ennek az épületnek már tető alatt kellene lenni, egy kis technikai akadálya akadt a pénzügyi elszámolásnál. Tehát a generál kivitelező nem fizette a vállalat összeget határidőre a alvállalkozónak. Emiatt körülbelül most egy jó hónap csúszásunk van a építkezésen. Most nem Bandi Zsigmond polgármester urat meg a sonkádiakat védendő, nem arról van szó, hogy önök nem adtak pénzt. Hát mi a generál kivitelezőnek, most nem akarom a nevét megnevezni, december hónapban a 17 millió forintot átutaltuk, és sajnos az alvállalkozóját tehát nem tudt időbe fizetni, és emiatt félbe kellett a munkát szakítani. Most ismerve nem mondjuk az alvállalkozót, hogyha most hozzálát, ha meg lesz a pénz, akkor ezt akár heteken belül egyenesbe lehet tenni? Hát rajtam kívül voltak mi polgármester kollégák. Hasonló nyüggel? Hasonló nyüggel, hasonló gondolbajja. Sikerült megegyeznünk a generál kivitelezővel, és számításaink szerint, ha esetleg hétvégeken is dolgozunk, akkor a határidőt fogjuk tudni tartani. Így várhatóan május második felébe át tudjuk adni az épületet. Polgármester úgy fogalmazott, hogy dolgozunk. Akkor ez jelentse azt is, hogy esetleg az önközhasznú munkásai is itt serénykednek, tüsténkednek?
kénytelenek vagyunk, mert mi a 5 millió forint saját erőt természetbeni munkával vállaltuk. Tehát magyarán szólva a segédmunkát mi adjuk az építkezés teljes folyamatához. Most akkor, amikor a költségvetés szóba kerül, és ott szóba kerül az, hogy pályázati pénzek, már amikor egy összesen számot mondtunk pár perccel ezelőtt, akkor ezekben a számokban ott van a település lakóinak a munkája, meg ott van a közhasznok munkája is? Hát éppen, ami igen, szót ejtettünk róla, hogy tulajdonképpen hogy tudjuk ezt a forrás ilyen kigazdálkodni. Pontosan a közhasznoknak a foglalkoztatásával tudjuk megoldani, átidalni ezt a részt, ami hiányzik a évvégi mérlegünkhöz. Na most, ami ezt a területet illeti, az óvoda és az intézmény összenyílik, vagy a kerítés az marad? Nem marad, és nem lesz összenyitva a két épület, mert egy az, hogy az óvodásoknak az udvarát az zárták kell tenni, tehát nem járhatnak majd itt át a rendőrhivatalnak az udvarára, ugye a baleset veszély miatt. És itt a porta, illetve a főszárnyon kerítést terveznek? Vagy ez szabad parkként marad, ide jöhet bármikor bármikor? Ennyire még nem tartunk? Itt még nem tartunk. Az elején mondtam, hogy meg szeretnénk terveztetni. Ha tervez azt mondja, hogy valamilyen szép létszkerítést tegyünk, de akkor fogunk tenni, azt mondja, hogy nem illik ide esetleg sövényt tegyünk, vagy ne tegyünk semmit, akkor mi azt tiszteletben fogjuk tartani. És természetesen szeretnénk a legszebb és legolcsóbb megoldást találni a kiviteli munkára. Na most gyakorlatilag nem titkoltan a Kisbukó okán, Sonkár egy látogatott hely, akik erről jönnek, itt mennek keresztül. Vagy más irányból is meg lehet közelíteni. Szerencsés helyre esett az épületnek a megkezdése. Visszagondolva, hogy mikor volt legutóbb nálunk ilyen komoly beruházás, hát azt kell mondanom, hogy tudomásom szerint olyan 60-as években épült a művelődési ház, a iskola épület, ami most jelenleg egészségháznak, illetve óvodának funkcionál, az körülbelül olyan, valami 80-90 év épülhetett. És ugye a templomunknak az pedig van 500 éve, úgyhogy úgy néz ki, hogy minden 100 évente, ha elosztom három, akkor 100 évente sikerül egy-egy középületet összehoznunk. Hát reméljük, hogy nem így lesz a jövőben. Mi lesz a jelenlegi polgármester hivatal sorsa? De nagyon jó kérdés volt. Miket tudok én kérdezni itt látatlanban? El is akartam mondani. Tényleg van egy nagyon szép Európa Noszadias templomunk, és úgy gondoltuk, hogy amellé egy tájház illik, tehát azt meg szeretnénk hagyni egy tájháznak, egy halommúzeumnak. Na most megint a mi közös ismeretségünk okán, én emlékszem, hogy van valami hombárszerűség, amely ugyancsak a régmúltat idézte, ott volt azzal terv, hogy mit tudom én, ott faluházat, vagy mit csinálunk majd belőle, ami a hivatal mellett van, annak akkor megmarad ez is, az is? Vagy hát, ez magántulajdonban van? Szerettük volna megvásárolni még azt az épületet is, de nem sikerült a felszámolóval megegyeznünk. Volt rá egy megfelelő összegünk, többet kértek érte, végén vállalkozók követték meg, de mivel védett terület az is, tehát maga az épület. Hát diszkót nem csinálhatnak oda? Diszkót nem csinálhatnak benne, tehát meg kell eredeti állapotába hagyni, és tudomásom szerint készülnek a felújítására ők is. Hát akkor rövid időn belül azt fogjuk tapasztalni, hogy Sonkár, ez a nagyon kedves, nagyon szép község, egy sor vonatkozásban megújul, és hogyha jönnek a nyári turisták, akkor már egy teljesen más Sonkárot fognak látni? Hát akik itt voltak a tavaly nyáron, gondolom azok most, lehet, hogy itt az útkeresztben lehet, hogy el fognak tévedni. Mert nem volt itt ez az épület. Nem volt itt ez az épület, igen. Talán még egyet épület okán, mi évekkel ezelőtt jártunk itt, és kin voltunk, még talán itt a szembe szomszéd húzott ki bennünket autóstól, mindenesetről a sárból, a vályogvetőknél. Akkor egy időben úgy tűnt, hogy ennek a vályognak komoly keletje lesz. És itt ezek a mesterek, akik csinálták, már a helyi etnikai kisebbséghez tartozók, azok úgy látom, hogy nagy kedvel csinálták. Mit hallott polgármester úr? Nyáron lehet esetleg erre számítani, hogyha valakinek kedve van, keresheti a Bandi Zsigmond polgármester urat Sonkáron vályogügyben? Hát ne keresenek, megmondom őszintén. Nekünk kell helyet keresni, hogy esetleg hol tudjuk ezt az ősi hagyományt folytatni. Az az igazság, hogy azt a területet, ahol korábban ezek a fékok szorgoskodtak a nyári hónapok folyamán, ezt tagi tulajdonban visszaszották a volt szövetkezeti tagoknak, tulajdonképpen nevesítve van, és... Máséra nem mehetünk rá. Tehát most már nem mehetünk rá, igen. Kedves nézőink, Sonkáron jártunk Bandi Zsigmond polgármesterről a jövendő polgármester hivatal előtt, abban a hitben, hogy még nyár előtt jövünk az átadásra.